Jász-Nagykun-Szolnok megyében elsőként Tiszafüreden a tiszatavi kerékpáros centrumnál létesítettek minden kerékpáros számára elérhető, ingyenesen igénybe vehető oszlopot. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács a helyi önkormányzatokkal és a rendőrséggel együttműködve az országos Bike Safe programot is népszerűsítő önkiszolgáló kerékpáros szervíz oszlopokat adott át ma két Jász-Nagykun-Szolnok megyei településen. A minden kerékpáros számára elérhető, ingyenesen igénybe vehető eszközök ünnepélyes átadására Tiszafüreden, a Tiszatavi Kerékpáros Centrumnál, Abátszalókon, a strand bejáratánál került sor. Dr. Rádi Norbert rendőr ezredes, megyei rendőrfőkapitány, dr. Garamvölgyi László rendőrdandártábornok, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács kommunikációs igazgatója, Újvári Imre Tiszafüred polgármestere és Balogh Gyula Abátszalók polgármestere részvételével. Az átadás követően az érdeklődők a bűnmegelőzési sátornál regisztrálhatták kerékpárjaikat a Bike Safe programba. Kipróbálhatták a szervízoszlopot, hasznos információkkal és játékos feladványokkal ismerkedhettek meg a Házhoz megyünk és a Police Café programok keretében. A szervezők a kerékpárosok részére ügyességi pályát is építettek, ahol az érdeklődők kipróbálhatták tudásukat, miközben bűn- és balesetmegelőzési tanácsokat és ajándékokat kaptak.